Hát egy baromi egyszerű kérdés, mivel esszük a pörköltet? Hú. A. Ásóval ezt a fasságot, B. Kanállal, C. Evezővel és D. Hókotróval. Hát ne is húzzuk az időt, János, bökjön rá valamire. Az a helyzet, vágó úr, hogy engem most megfogod. János, egy pillanat, ő maga mosszopat engem. Nem, most tényleg megfogod. Ne basszon ki velem, János! Na, János, elég volt a hülyéskedésből, mondja a megoldást. Evezővel? Mi maga evezővel szokta zabálni a pörköltet? Hát... Én csak kérdezem, János, tehát... Ha ön úgy érzi, hogy az a megfejtés, akkor bökjük meg, azt bassza meg. Nem, csak gondolkodok, mert öreganyám szokott pörköltet csinálni. De nem tudja, mivel szokták zabálni. Szerintem álljunk meg. Kajak? Mhm. Tényleg nem tudja, most komolyan álljunk meg. Nem, tényleg nem tudom. Apám hókotróval szokta, azt tudom. János. És a normális emberek hogy szokták enni a pörköltet? Hát nem tudom, én normálisnak tartom magam, én evezővel szoktam. De esetleg hívjuk fel apámat. Tehát nem biztos benne, hogy evezővel szokta. Lehet, hogy a kanállal? Azért ennyire hülye nem vagyok, vágó úr. Értem. Hát akkor hívjuk fel apádat, aztán mi meglátjuk. Na mi van? Hey, jó napot kívánok, Vágó István vagyok. Halló! Itt vagyok, Lajos bácsi, hall engem? Hát én beszarok. Hát ki a kurva anyád vagy te ilyenkor? Nyugodjon meg, Lajos bácsi, a fia van a vonalban. Akkor szóljon már neki, hogy jöjjön haza, mert minket baszogat a behajtó, hogy nem fizeti az invitát. Átadom neki a szót, Lajos bácsi. Szia, apa! Szia, halló, figyelj, fia. Mivel szoktuk enni a pörköltet? Ásóval, kanállal, evezővel vagy hókotróval? Hát milyen, fiam, én anyáddal szoktam pörköltet enni, meg a Józsiékkal, amikor áthívjuk őket. De milyen evőeszközzel? Milyen, fiam, én találtam a szobádba egy ilyen hosszú rezgő faszalakú valamit. Mit csinálják vele? Élőadásban vagyunk. Én enyhén furcsán szarszaga van, de nem vagyok benne biztos. Ilyen hangja van, fiam. De őszintén, nem tudjuk valahogy letenni a telefont. Apa, légy szíves, tedd vissza a helyére, oké? Te buzi vagy, fiam? Ez több volt, mint kínos. Ez olyan szinten megölt most, János, hogy már elég volt. Önöknek pedig, ha tetszett a műsor, dobjanak egy lájkot és iratkozzanak fel.